Köszöntöm a hitélet nézőit! Az erdélyi római katolikus státus egy olyan a világon egyedülálló autonóm intézmény, amely 402 éves múlttal rendelkezik, és amelynek létjogosultságát a történelmi viszonyok az elmúlt évszázadok során igencsak igazolták. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az erdélyi római katolikus státus az erdélyi római katolikus egyház hívőkből és egyházi személyekből álló önkormányzata. Évszázadokon keresztül építette iskoláit, szolgálva Erdély művelődését, a vallásos és erkölcsi nevelést, generációkon át a jövőt. Létrejöttéről, megvalósításairól, küzdelmeiről beszélgetünk dr. Holló Lászlóval, a státus igazgató tanácsának elnökével. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm, és a televízió nézőit is. Induljunk ki a felvezetőmből, a státus egyedülálló létéből és megalakulásának történetéből. Azt gondolom, hogy a státus egyedülálló jellegének a magyarázata az nagyon egyszerű, és pedig akkor, hogyha az ember ismeri a katolikus egyháznak a berendezkedését, ami hierarchikusan szerveződik, márpedig az erdélyi-római katolikus státus, ez kezdettől fogva egy alapvetően laikusokra, világi hívekre támaszkodó intézmény volt. Kialakulásával kapcsolatban tudnunk kell azt, hogy a kialakulás kezdetei a reformáció vagy a kereszt. Itt Erdélyben 1540-es évek közepétől indult el tulajdonképpen erőteljesen a reformáció, és néhány év alatt eljutottunk oda, hogy 1556-ban az erdélyi országgyűlés kitiltotta az országból a püspököt, a katolikus püspököt. És rá 10 évre minden klerikust is. Na most, hogy ez utóbbi döntés nem érvényesült, azt mutatja az, hogy néhány klerikus azért maradt az országban, de alapvetően azt tudom mondani, hogy a katolikus egyház, ami a reformáció idején, tehát a 16. század elején körülbelül 610 plébániát számlált itt az Erdélyi Egyházmegyében, és 46 kolostor volt szintén ezen a területen, az hát gyakorlatilag a Mohácsi vész végétől kezdődően 1556-ig eltűnt. Tehát olyannyira eltűnt, hogy mindössze 30 plébánia és egyetlen egy kolostor maradt, és pedig a Csíksomlyói. Ugyanakkor az is érdekes, hogy a Hargitától innen egészen Nagyváradig, egy hatalmas területen, mindössze 4 miséző helye volt a katolikus egyháznak, és pedig Székelyudvar helyen, de ott sem a városban, hanem a városon kívül, Gyulafehérváron, amikor éppen katolikus volt a fejedelem, illetve Gyulafehérvár mellett Tövisen, és a következő pedig a szilágysomlyói bátori birtokon. Tehát itt volt, ahol misézhettek katolikus papok, és egyet még elfelejtettem megemlíteni, és pedig a Kolozsvár mellett Kolozsmonostoron szintén volt egy miséző hely. Tehát szinte elképzelhetetlen, hogy egy ekkora intézményrendszer gyakorlatilag néhány évtized alatt hogy tud eltűnni. Természetesen ennek megvan a magyarázata, van ennek hát spirituális, lelki magyarázata is, az a spirituális újdonság és szentírás fele való fordulás, amit a reformáció hozott, másfelől pedig az a politikai helyzet, amiben akkor éppen Erdély volt, a török birodalom és a Habsburg fennhatóság között őrlődve, hol ide, hol oda fordulva, végül is a török hatóság, fennhatóság elfogadását hát mondjuk fogadta el, és akkor így állt, ugye 1566-ban a katolikus egyház püspök, felső vezetés, néhány megmaradt plébános vezetése alatt, mert hogy a Székelyföldön, mondom, körülbelül 30 plébánia maradt, és ott volt néhány pap is. És akkor ebben a kétségbejtő helyzetben azok a katolikus hiten megmaradt erdélyi nemesek, akik fontosnak tartották a katolikus hitüket, ők próbáltak szervezkedni a katolikus egyház érdekeinek a védelmében. És akkor összeálltak azzal a néhány pappal, és fokozatosan ez a szervezkedés eljutott oda, hogy az 1615-ös országgyűlésben már mint katolikus státus jelentkeztek, tehát már mint, nyilván ez még nem intézmény, de mindenképpen egy érdekvédelmi csoportosulás ilyenként megnevezve, és akkor a későbbiekben aztán hát második Rákóczi Zsigmond 1653-ban adta ki a
az első erdélyi törvénykönyvet, az Approbati Constitutionest, és abban már az első fejezet, első rész harmadik címében van egy gyakorlatilag a jogi megalapozása ennek az autonómiának. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a törvénykönyv úgy intézkedik, hogy a különböző felekezetek tagjai általános intézkedéseket csak generális gyűlésben hozhatnak, és ez érvényes nem csak a katolikus, hanem mindenik felekezetre természetesen, de ezek között a katolikus felekezetre is. Tehát, hogyha a felekezetet érintő általános ügyeket akarnak elintézni, akkor ezt generális gyűlésbe tehetik meg, ami azt jelenti, hogy klerikusok és laikusok közös intézkedése folytán. És akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez a, tehát az 1615-ös az első említése a státusnak, a jogi alapot viszont az Approbati Constitutionest adja meg. Az 1920-as és 30-as évek történéseit említettem, de mielőtt eljutunk oda, mert ugye el kell jutnunk, meg szeretném említeni, kiírtam magamnak a 20. század első évtizedében, amikor a magyar kormány a helyi közösségek támogatásával, erős összefogással régi, nagy nevű státusgimnáziumokat hoz rétre, illetve épít újjá, egész Erdélyt átfogó iskolahálózatot. Ezek közül a brassói, a jelenlegi Áprilé Lajos főgimnázium, a Kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Liceum, hogyha remélem, hogy minden rendben van, amit mondok, a Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, valamint a Márton Áron Gimnázium és a Székelyudvarhelyi Tamás Áron Gimnázium épületei, ugyancsak, mint a Gyulafehérvári Státusz Gimnázium épülete. Nem utolsó sorban 1905 és 1908 között épül a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc státusi főgimnázium és a mai Római Katolikus Teológiai Liceum épület együttese. Azért értem erre ki, mert mielőtt a 20-as, 30-as évek történéseiről beszélnünk, akkor már tudnunk kell azt, és felhívnunk akár a kedves nézők figyelmét is, hogy előtte mi történik, aminek ma is érezzük a hatását. Tulajdonképpen az az egyházi iskola hálózat, ami nem csak a magyarság, mert abban az időben neves román történészek, Gyorgy Sinkály, Petru Major, aki görögkatolikus pap volt, író, történész, nyelvész, vagy Gyorgy Lázár is hasonló státus gimnáziumokban tanultak, ami mutatja az létük és az ő nevük mutatja azt, hogy nem csak az erdélyi magyar katolikus fiatalság, vagy illetve generáció kiépítését szolgálták, hanem az együtt élő nemzetek, román, magyar és bárki, aki éppen akkor ide tartozott. Érdekességképpen a mai történésekre referáltam volna ezzel, de akkor térjünk egy kicsit vissza még a 20. század elejére. Igen, az iskolákkal kapcsolatban azt mondhatom, hogy az újjá szerveződéssel fokozatosan kialakultak ezek az iskolák, illetve ezeknek az iskoláknak az elődei. Hát így például éppen a brassói tetszett említeni, a brassói gimnáziumnak most ezekben a napokban, ma van az utolsó napja az ünneplésnek, 180 éves jubileumát ünneplik. A Marosvásárhelyi gimnáziumnak tulajdonképpen ebben az évben a 315. jubileumát kellene, illetve alapításának 315. évét ünnepelni, mert hogy 1702-ben Endres István jezsuita jött be Marosvásárhelyre, akkor, amikor itt Vásárhelyen csak 8 családfő volt katolikus, tehát tényleg a katolikus egyház nem volt jelen, de a jezsuitáknak első dolga plébánia alapítás, mellette iskola, és akkor ebből alakult ki. Na most a státusnak a fő feladatköre az egyház támogatása, az oktatás támogatása, ez volt az egyik legfontosabb, és pedig az oktatás, illetve az ösztöndíj alapítványával, vagy alapjával a diákok támogatása konkrétan. És a 20. század elejére ért meg az idő oda, hogy a régi, most már nem eléggé korszerű épületeit felújítsa, és akkor gyakorlatilag a 10-es évek elejéig, mondjuk 1900-tól 1911-ig építette újjá a 7 főgimnáziuma közül 6-ot. A Kolozsvárit nem sikerült újjáépíteni, de azért is nem, mert hogy az eléggé jó állapotban volt, viszont az említett gimnáziumokat akkor építette újjá, és éppen ma olvasom interneten, hogy egy cikkben, hogy ezeket az iskolákat a román állam, illetve bocsánat, hogy ezeket az iskolákat a magyar állam építette volna.
Itt nagyon világosan tisztáznunk kell azt, hogy ezeket az iskolákat az Erdély Római Katolikus Státus építette, ezek felekezeti iskolák voltak, és pedig az állam és a helyi hatóságok támogatásával. Ezt gyakorlatilag úgy lehet elképzelnünk, mint ahogy néhány évvel ezelőtt Bukarestben elkezdték építeni, az Ortodox Egyház elkezdte építeni a nemzetkatedrálisát, és akkor a román állam, hogyha az emlékeim nem csalnak, 30 millió lejt különített el. Így van, támogatásként. Igen, az iskola, illetve a katedrális számára, és ebből nem következik az, hogy a román állam lesz a tulajdonos ennek a katedrálisnak. Az Ortodox Egyház építeti, és ő kap az államtól segélyt arra, hogy hatékonyan tudja felépíteni az illető ingatlant. Hát így van az iskolák esetében is. Ez nagyon fontos. És nagyon fontos, hogy ezt minden oldalról tisztán láthassa bárki, hiszen ha állami tulajdon, ugye az egyházi iskolák tulajdonképpen ma is állami iskolák, bármelyik ezek közül említett is. Tehát ezzel relatív, hogy baj van, vagy nincs baj. A történet ott van, ha egy iskola nem működhet, mert mintha nem is lenne. Van alapítókirata, nincs alapítókirata. Ez nem feltétlenül erről szól ennek a mai műsorunknak a témája, de nagyon-nagyon erősen érinti. Az a célja ennek a mai műsornak, a mai beszélgetésünknek, hogy felhívja a figyelmet olyan háttérinformációkra, történésekre, harcokra, küzdelmekre akár, amelyek folynak folyamatosan a köztudat nyilvánvalósága, nyilvánossága nélkül is akár, és ezzel nincs semmi gond, egészen addig, amíg azt kell bebizonyítani valakinek, hogy ami a sajátja, az tényleg a sajátja, és nem egy papír semmisé tevésén múlik az igazság. De térjünk egy kicsit vissza a század elejére. A 20. század elején a történelmi változások hozták magukkal, hogy Erdély román fennhatóság alá került, illetve a Egyesült Romániával, és ezáltal a státus is Románia része lett, illetve Erdéllyel román fennhatóság alá került. És akkor a 20-as évek elején az agrártörvények, ugye több is volt ezekből, a státus agrár vagyonát államosították, körülbelül 85%-ban. Ez azért volt rendkívül hátrányos a státusra, mert hogy ezek a agrár ingatlanok biztosították az iskoláknak a gazdasági hátterét. Itt a Radnóti uradalom, a Kolozsmonostori uradalom, illetve a Váralmási uradalom Bánfihonyad mellett említendő meg, és csak érdekességképpen mondom, hogy a Kolozsmonostori uradalom egészen Jegenyéig tartott. Tehát... Nagyon rövid zárójelet fűznék ide, illetve kérdést. Ezek az iskolák és a hozzátartozó gazdasági uradalmak akár, vagy területek azt a célt szolgálták, hogy akár önfenntartó intézményekként is működjenek. Igen, ugye? Ezek önfenntartó intézményekként működtek. És ez különösképpen a két világháború között érvényesült nagyon, amikor a felekezeti iskolákat az állam nem támogatta, és ekkor rendkívül nehéz helyzetben volt, mert egyfelől nem volt meg az a vagyona, amiből fent tudta volna tartani a továbbiakban is, másfelől nem kapott támogatást, és ezért sajnos azt kell mondanunk, hogy a híveinknek az áldozatkészségére volt utalva, és az egyházi iskolákban például a tanerők gyengében voltak fizetve, mint az állami iskolákban, tehát ilyen szempontból is hátrányos helyzetben volt. De a lényeg az, hogy a 20-as évek végén, illetve a 30-as évek elején frontális támadás érte a státust, és pedig azért, mert bizonyos kolozsvári körök úgy ítélték meg, hogy a státus az tulajdonképpen nem is egy vallási, egyházi jellegű intézmény, hanem egy állami intézmény, politikai intézmény, és ilyenként állam az államban, úgy is hívták, hogy katolikus állam, tehát a status katolikust így fordították le, hogy katolikus állam. Pontosan azért, hogy lehetetlen hogy a, helyzetbe hozzá. Hogy a közvéleményt gyakorlatilag félrevezessék. Mára ez már rendbe került, tehát tudjuk, hogy nem volt állam. De a lényeg az, hogy ilyen támadások érték, és ez azért is történhetett, mert hogy a román állam és a Szentszék egy konkordátumot kötött 1927-ben, amely a 9. pontjába felsorolta, hogy mik azok az intézmények, egyházi intézmények, amelyeknek jogi státusa van.
Na már most itt minden fel voltak sorolva az egyház intézmények, de a státus kifejezetten nem volt felsorolva, mert hogy a kompromisszumnak az áldozata lett, és akkor erre hivatkozva is támadták, hogy ez tulajdonképpen nem egyházi, hanem állami intézmény, és a román állam örökölte, és ilyenként akkor a tulajdonát hát államosítani lehet. A státus ez ellen védekezett törvényszéken, minden fórumon. Végül is oda jutottunk, hogy 1932-ben a román kormány és a Szentszék egy újabb egyezményt kötött, illetve a 9. ennek a konkordátum 9. pontjának a kiegészítéseként megmagyarázta, hogy a státus az proprietate biserichească, tehát egyházi tulajdon, és azután, hogy milyen címen kell telekönyvesztetni. Sajnos akkor a 30-as években a román kormányok tiszavirág életűek voltak, nagyon rövid, 5-6 hónapig volt egy-egy kormány. Megígérte az egyik, a másik már nem tartotta be. És nem tudták érvényesíteni, mert hogy gyenge volt a támogatottságuk. Ezért azután elteltek a 30-as évek, és 1940-ben sikerült elérni azt, hogy most már hát törvényerejű rendelettel a király kiadta újra a egyezményt, és akkor érvénybe lépett, most már nem volt kifogás, nem lehetett kifogás ellene, és akkor ez alapján újra telekönyvesztették azokat az ingatlanokat, amelyeket a 30-as évek elején államosítottak, illetve a román államra telekönyvesztettek. Azután következett 1948, amikor megjött a teljes államosítás, és a státus értelemszerűen megszűnt, nem lévén feladatköre, illetve a kommunista uralom alatt nem is volt lehetősége a működésre. Pontosabban a román kommunista párt létrehozott egy romániai, római katolikus státust, ami Tisza virág életű volt, most nem szeretnék kitérni az idő rövidsége miatt. Pontosan, így van. A változások után, 89-90-es változások után a püspök újjá alapította a státust. Pontosabban egy bizottságot bízott meg azzal, hogy hozzák létre a státust. Ez a bizottság hosszabb ideig tárgyalásokat folytatott. Nem tudták eldönteni azt, hogy milyen formában történjen az újjáalakítás, mert hogy azt gondolták egyfelől, hogy a régi nagynevű státust kellene újjáalakítani, csak hogy azt jogilag nem lehetett a jelenlegi törvényes keretbe beiktatni. A másik párt azt mondta, hogy egy alapítványt kell létrehozni, csak nem tudtak megegyezni, és ezért telt múlt az idő. Elég sok idő eltelt. Sajnos igen. Végül is 2005-ben egy újabb bizottságot bíztak meg, és akkor ez a bizottság hozta létre, 2005. november 25-én jött létre az Erdély Római Katolikus Státus Alapítvány nevű alapítvány. Már válaszolt is arra a kérdésemre, hogy miért volt szükséges alapítványként, de hát ugye az előzetes indoklásokkal ezt már tisztába is tettük. A civil része ugyanaz a feladatköre ma is alapítványi kereteken belül, mint ami volt évszázadokkal ezelőtt? Tulajdonképpen a státusnak a vagyona az célvagyon volt. Tehát az adakozók, az adományozók meghatározták, hogy mire kell felhasználni. Tehát az oktatás támogatása, a plébániák támogatása, stb. Erre kellene a státus, a vagyonát felhasználja. A problémát az jelenti, hogy a státusnak nem nagyon van vagyona. És pedig azért, mert azon túlmenően, amit említettem az agrártörvényekkel kapcsolatban, azon túlmenően a státusnak az akkor megmaradt vagyon részei 89-90 után szintén nem kerültek vissza. Természetes volt egyébként, hogy vissza kérhető és visszautalható, nem találom a megfelelő kifejezést, de mégsem történt meg. Nagyon nagy számot említett az adáson kívül nekem, ezért kérdezek újra rá, hogy ezek a pereskedések, amit akár a közvélemény úgy is, hogy egyház ne pereskedjen, a státus pereskedik, ugye? És azt szeretné visszaszerezni, ami az övé, egészen pontosan az övé, relatív, amit arra szeretne fordítani, amiért létrehozták. Nem XY-nak, 10 embernek, 20 embernek a saját vagyonáról van szó, hanem egy olyan közvagyonról van szó, amit a római katolikus egyház nem csak a római katolikusok javára fordít, elsősorban az oktatás. Ugye? Így van. Néhány nappal ezelőtt az érsek úr is egy sajtóközleményében utalt arra,
hogy a státus, illetve hogy az egyház amennyiben visszaszolgáltatnák a hajdani ingatlanait, akkor ezzel oktatási, szociális feladatokat tudna ellátni, amelyek tulajdonképpen kötelessége, amelyeket kötelessége volna megtenni. Na most... Tehát nem azt jelenti, hogy kisajátítaná, iskolákat zárna be, mert most is hány iskola van, csak párról tudok, de hát biztos, hogy jó, hány épület van, amiben iskola működik, ami egyházi tulajdonú épület, és amióta iskolaként, teljesen állami iskolaként működik. Itt Vásárhelyen is van legalább kettő. De amennyiben hasznot hozó ingatlanokat kapnánk vissza, akkor vélhetően akár felekezeti iskolát is hoznánk létre. Ez egy gyakorlatilag egy részletkérdés. A lényeg az, hogy az oktatást támogatnánk, és szociális intézményeket hoznánk létre belőle. A média által a közvéleményben van egy olyan téves elképzelés, hogy amit nagyon gyakran hangoztatnak, hogy Erdély városainak a központjai a státus tulajdonát képezik. Ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ez teljesen inkább azt mondják, téves. Hogy a katolikus egyház tulajdona. Katolikus egyház, de elég sok cikk kifejezetten a státusra vonatkozólag is jelent meg. Azt kell mondanom, hogy ami a státust illeti, egyetlen ingatlanunk van Brassóban, és azon kívül... Ami saját tulajdon. Igen, tehát egy bérház, amit visszakaptunk, és azon kívül csak Kolozsváron van. Vannak ingatlanaink, és sajnos azt kell mondanom, hogy vannak olyan ingatlanaink, amit igazságtalan módon elveszítettünk. Tehát azért ezt is világosan kell látni. Kolozsváron ugye van az úgynevezett státus paluták sora, 6 palotáról van szó, abból 3 a státusé volt, és 2 elveszítettünk. Tehát ezek mind rendkívül súlyos sérelmek természetesen. A lényeg az, hogy a státus az eddigiekben iskolaépületeket kapott vissza, 4 iskolaépületet, illetve 2 hasznot hozó ingatlant, és ezekből gazdálkodik. És a tevékenysége, arra tetszett rákérdezni, hogy mit tesz a státus. A státus jelenleg gyakorlatilag más egyebet nem tud tenni, mint perel. A 2005-ös megalakulása óta számtalan perünk volt, ezek közül 15 perünk Strasbourgba jutott már, és most csak az tavaly ősz óta, szeptember óta 41 pert kellett indítanunk, mert hogy ennyi esetben elutasította az igénylésünket a visszaszolgáltató bizottság. Tehát azt kell mondanom, hogy a státus kétségbeejtő helyzetben van, hogyha azt arra gondolunk, hogy ennyi pert kell vinnie, és a bírói döntések nem kecsegtetnek semmi jóval. A jelenlegi helyzetben, a következő tanév előtt több száz fiatal, több ezer szülő miben bízhat? Mit tud mondani az igazgató tanács elnöke? Azt kell mondanom, hogy először is rendkívül hálásak vagyunk a szülőknek. Azért az összefogásért, szolidaritásért és kitartó munkáért, amivel az eddigiekben szolgálták a Marosvásárhelyi Katolikus Teológiai Líceum ügyét. A jövővel kapcsolatban, illetve a líceum jövőjével kapcsolatban meg azt tudom mondani, hogy mégiscsak egyház vagyunk, katolikus papok vagyunk, tehát bízunk a gondviselésbe, és meg vagyunk győződve arról, hogy bár nagy nehézségeken és nagy erőfeszítésekkel, de mégiscsak előbb-utóbb valamilyen formában az ügyünk győzelemre jut. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva ismét találkozunk egy új témával, várom önöket. Addig is, a viszontlátásra.